Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetések. Két nagyon-nagyon kedves vendéget köszöntök itt a stúdióban, Üvegesnyi Orosz Katalint, illetve Csada Ferencet, akik azért jöttek el közénk, hogy a fehérvári betevő mindennapjait mutassák be nekünk. Nagyon-nagyon becsülöm azokat az embereket, akik tényleg mondjuk arra tették fel az egész életüket, hogy folyamatosan másokon segítsenek, amíg nekünk ugye a szó jó értelmében vett hétköznapi embereknek alig van időnk valamire. Ezzel szemben vannak olyan emberek, akik magukon kívül, családjukon kívül még másik emberekkel is foglalkoznak. Ezért köszöntelek benneteket. Nagy-nagy szeretettel, sziasztok! Szia! Szia! Először is mutassuk be a heti betevőt, illetve heti betevőnek a székesfehérvári kirendeltségét, mondjuk ezt így. Mit kell rólatok tudni? Annyit kell igazán rólunk tudni, hogy a heti betevő, mint egyesület 2013 végén alakult Budapesten, és annak az egyik sejtje a Székesfehérvár, ami 2015 elején, március, február végén alakult, és márciusban volt az első osztásunk. Ti milyen funkciót láttok ott el a fehérvári kirendeltségénél? Ó, hát igazán... Mindent konkrétan? Mindent csináltok? Igen. Igazán ez a stáb, a csapat úgy működik, hogy szinte mindenki csinál mindent. Nyilván vannak azért kiemelte irányok, hogy valaki a pénzügyekkel, a papírokkal, persejekkel, éttermekkel, ételszervezésre, de úgy nagyjából a stábnak a kemény magja az mindennel kell foglalkozni. És Katalin mondta, hogy nagy részben hölgyek vannak, ilyen 80-85%-os női arány van nálatok. Hányan vagytok ott egyébként? Hányan dolgoztok itt? Körülbelül 30-an vagyunk általában, akiket így mondhatok most már nyugodtan stábtagoknak, és az önkénteseink azok, akik folyamatosan változnak. Tehát jönnek, ők folyamatosan mennek, cserélődnek, jönnek, van, mennek. Van, ugye nyilván azt nagyon fontos tudni, gondolom, ezt a jótékonysági alapon csináljátok, ezt a fajta munkálatot. Így van. Tehát ezt mi a saját szabadidőnk terhére. Igen. Pont ezt szerettem volna kérdezni, mondtam a beköszönő szövegben, hogy tényleg magamról tudom, hogy tényleg alig van időnk alapdolgokat megcsinálni. Tényleg, tehát a bevásárlás, a számlák befizetése, valamikor tényleg azért csúszik, megmondom őszintén, mert egyszerűen nem volt már idő ezt elintézni. Hogy ti ezt hogy tudjátok a hétköznapokba beilleszteni? Engem ez nagyon érdekelne, lehet tőletek tanulni ugye időbeosztást is, hogy ez hogy megy? Hát mondhatnánk azt, igen, hogy ez egy jó időbeosztás, de ez mondjuk nagyjából hazugság lenne. Muszáj, az életed részévé válik ez a dolog egy idő után. És mivel szereted csinálni, úgy gondolod, hogy ez egy jó dolog, tehát mindenképpen megtaláld azt az időt, amit rá kell szánni. Ugye, mert aki eljön két hetente hétvégén és látja délben az ételosztást, az, hát igen, ez jön. De ugye ennek a megszervezése a hétköznapok során igen sok időt. Tehát, mint mondtam korábban, hogy melyik étterem fog főzni, hány adagot kell rendelni, nem mindig ugyanaz legyen a kaja, akkor a papírmunkák, a kihelyezett persejek felügyelet, a pénzbeszedés a persejekből. Ugye ezeket mind hétköznap kell megoldani, elkönyvelni, beszámolókat írni, esetleg ha megyünk valahova kitelepülni, azt lebeszélni. Ez valóban mind hétköznap kell, amit ugye a kívülálló nem lát. A kívülálló csak a végeredményt látja, hogy... Persze. Először beszéljünk rólatok, aztán utána beszélünk a fehérvári heti betevőről, hogy tényleg hogy néz ki, tehát hogy kerül mondjuk a rászoruló embereknek a idézőjeles asztalára, vagy arra a bizonyos asztalra az étel, ami már igazából a végeredmény, ez nagyon-nagyon komoly szervező munka. Először beszéljünk rólatok, hogy a civil életben ti mik vagytok, mit csináltok, mit kell rólatok tudni. Én az önkormányzatnál dolgozom. És pont azt akartam mondani, hogy ahogy mondta Feri, hogy működik ez a mindennapi életben, hogy van olyan, amikor szerintem az életünket szervezzük az egyesületi életünk köré. Tehát mi biztosan elmondhatjuk azt. Tehát én nagyon szerencsés vagyok, hogy nekem a párom is tagja az egyesületnek. Leszettem mondani, hogy ez a párod hogy tűri például? Hogy... Nagyon jól, ő is tagja az egyesületnek, és tehát mindenhova együtt megyünk, együtt szervezünk. Én ilyen szempontból könnyű helyzetben vagyok. Ez mondjuk nagyon jó. És nálad mi újság van a hétköznapokban? Én könyvesboltos vagyok, tehát igazán reggelben meg és este jövök ki. Hát valamikor csücskös, valamikor csücskös, de azért tehát megoldódik mindig. Tényleg, amikor az embernél úgy érzi, hogy már idáig van, de a végén azért megoldódnak a dolgok. Na ez egy nagyon-nagyon jó dolog és jó. Igen, és tényleg, ahogy a Kata is mondja, hogy valóban, hogy mi már talán olyan szemmel nézzük a dolgot, az életünket, hogy ugye a betevő az egy szerves része, mint egy családtag, és akkor ugye arra mindenképpen kell valami időt szakítani, valahogy meg kell oldani.
És akkor kezdjük a legelejétől, ugye az ételosztásról szeretnénk most beszélgetni, hogy hogy kell ezt megszervezni, hogy kell ennek nekiállni, mi a legelső lépés, hogy megszervezünk most egy képzeletbeli ételosztást, kitaláljátok a dátumot, időpontot, hol lesz, hogy álltok neki a szervezésnek? Tehát megkerestek, mondtátok, hogy megkerestek éttermeket, és őket megpróbáljátok meggyőzni, hogy legyenek szívesek ennyi és ennyi adag ételt lefőzni, jó szándékból, a két szép vagy a négy szemetekért jelenleg, vagy azért megkérik ennek az árát, amit előtte össze kell szedni? Ez hogy történik? A folyamat azért egy kicsit távolabbról indul. Persejhelyeink vannak a városban. Igen. A civil életből bárki, aki arra jár egy szoláriumba, könyvesboltba, pékségbe, ő helyez el adományt ebbe a persejbe, és az ebből befolyó pénzösszegekből és az általunk szervezett rendezvényekből befolyó összegekből felkeresünk éttermeket. Most már mondhatom nyugodtan, hogy körülbelül 15-20 olyan jól bejáratott éttermünk van, aki rendszeresen főz nekünk, és nagyon kedvező áron. Természetesen fizetünk érte. Volt olyan éttermünk is, aki felajánlotta, hogy ingyen lefőzi a vasárnapi ebédet. Azt mondtátok, rendezvényeket szerveztek, ezek milyen rendezvények? Koncertek, kiállítások, aukciók, művészek munkáiból. Felajánlanak például valamit, és akkor azt is úgymond beleforgatjátok, beleforgatjátok az ételbe, tehát megvan a pénz, mondtátok, hogy már vannak bevált éttermek, akikkel együtt dolgoztok. Általában hány adag ételt szoktatok lefőzetni? Változik, tehát évszakonként is változik, hogy mennyit kell főzetni, meg szoktuk figyelni mindig az utolsó osztás alkalmával, hogy az előző osztáshoz képest a létszámunk nőtt vagy csökkent. És ezt nagyon jól tűrik az éttermek is, hogyha körülbelül a főzés előtti 2-3 napban jelezzük nekik, hogy mennyi az adagok száma. Mondhatom azt, hogy a 200 és a 130 között szokott változni, hogy mennyi adagot főzetünk az éttermekkel. Az, ami még kérdés, hogy ide általában, tehát akik mondjuk ezeket az ételeket elfogyaszták, ők kik honnan kerülnek ki? Ugye, mert elsőre azt gondolom mindenki, hogy a hajléktalanok elsősorban. Ez a nagy tévedés, igen. Tehát ott a sorban állóknak, a vendégeknek körülbelül 20% a hajléktalan, akik lehet ismerni a városból, igen, ránézésre. Tehát nagyon csalók, ez kisnyugdíjas, munkanélküli, nagycsaládos, aki az utolsó csekkjét éppen feladta. Értelmiségi, aki a periférián él most már. Igen. Közmunkás, aki hónapokat várt, hogy felvegyék valahova. Tehát igazándiból a hajléktalanok körülbelül mondom 15-20%-a csak. Igen. Az ételosztások egyébként mindig ugyanazon a helyen vannak, van egy központ, ahol ez megtörténik, vagy mondjuk mindig máshol? Szerencsés helyzetben vagyunk, mert befogadott minket a Szabadművelődésháza, és igazániból indulás óta kezdetben mondjuk a Rózsaligetben, de a helyet adták a csomagoláshoz, mert igazániból ez úgy néz ki, hogy délben van körülbelül az ebédosztás, a melegétel, de mi tisztul ott vagyunk a Szabadművelődés házában, és várjuk az adományokat. Mert a heti betevő vállalása igazániból egy tál melegételről szól, amit ugye étteremben főzetünk, tehát egy zárt lánc, ezért fizetünk, vagy az étterem felajánlja, ez az ő adománya, és mi kiegészítjük egy felhívással, hogy akinek lehetősége, módja, ideje, kedve van, az házi sütemény, tartós élelmiszer, gyümölcs, csel, látogasson meg minket, és akkor mi tudjuk, hogy hány adag meleg ételt rendeltünk, mondjuk 150-et, akkor próbálnak a önkénteseink, meg ugye a tagok annyi kis csomagot csinálni, süteményből 150-et, gyümölcsből 150-et, nem tudom, családoknak egy kicsit nagyobbat, hogyha hoznak konzervet, vagy tartós élelmiszer, és azt a meleg étel mellé még pluszban kiosztjuk. Ez ugye ez egy plusz dolog, ami az adományozókon múlik, hogy jönnek hozzák vasárnap délőtt, két hetente vasárnaponként van az osztás, és mi azt tudjuk kiosztani, amit ők hoznak. Mi csak előkészítjük, szétcsomagoljuk lényegében. Van egy felhívásunk mindig, amikor jön az osztás, ugye most hétvégén lesz, hogy két szerda körül feltesszük a netre, vagy esetleg szórólapozunk még, ott kérjük a adományozókat, akinek úgy érzi, hogy affinitása van, hogy ezt szeretnénk, ő elhozza, mi szétcsomagoljuk, és akkor a meleg étel mellé megkapják pluszban. Adományozók vannak szép számmal egyébként? Vagy azért még jöhetnének bőven? Az mindig jöhetnének. Tehát mindig jöhetnének mindig szívesen látjuk. A legkisebb adománnyal is tényleg
tényleg van olyan, amikor anyuka jön a kisgyerekkel, hogy a kisgyerek segített sütni süteményt, nagyon aranyos a nagypapa jön, hogy ugye mit tudom én, de ezt vette, csokit hoz rendszeresen. De az adományozók köre, tehát mindig lehet, az mindig jól jön, mindig van hely az adománynak. Ami még érdekes lehet itt, ugye, hogy az adományozók milyen társadalmi rétegből kerülnek ki? Szegények, középosztály, vagy a gazdagok? Az is teljesen vegyes, és inkább, tehát a gazdagok, egy-kettő beesik néha, kvázi gazdag, ugye most döntsük hogy hogyan meg, kinek? Hogy kiről mit tudunk. Valóban van egyszer-kétszer karácsonykor, tavaly karácsonykor, tavaly előtt azért megleptek minket egy nagy-nagy adománnyal, de a többség az olyan, hát most minden bántás nélkül, mondjuk azt, hogy átlagember. Uh-huh. Átlagember, igen. Tehát ők mennek oda, aki sütikkel, kis... tartós élelmiszer. Vasárnapi ebéd előtt vagy elkészült már, vagy siet haza, és akkor ezt gyorsan elhozza, leteszi. Uh-huh. Mi ezt dokumentáljuk, tehát nagyon fontos, ugye, hogy végig dokumentálva van a pénzbeszedés is, ugye mondtak, hogy perselyeink vannak, ami nagyon egyszerű, befőttes üveg felcímkézve, vagy fehérvári heti betevő, ráírva, hogy nem borra való. Igen. Az egyesület száma minden rajt van, azt ugye elkönyveljük, szigorúan könyvelő van Pesten, beszámoló van, és tehát mindennek nyoma van. Az adományokat is elkönyveljük, ki hozta, hogyha névvel vállalja, mit hozott, és az bekerül egy beszámolóba. Igen. Adás előtt beszélgettünk azért pár szóban rólatok, és ami nagyon tetszett, amit mondtál, hogy a munkatársak, a fehérvári betevő munkatárs, hogyha van ételosztás, ott van gyümölcs, mindenféle, hogy a szigorú szabály nálatok, hogy senki egy darabot sem vehet el és nem vehet meg. Ezt azért jó hallani, mert mostanában azért egyesületek kapcsán azért ugye napvilágra kerülnek botrányok, hogy nem úgy történt ez az osztás, lenyúlták a pénzt, ugye látok, ezt szigorúan tényleg be is tartjátok és be van tartva, hogy senki semmit az ég adta egy világon. Nem, tehát amit mi kapunk, akár ugye az étteremtől, akár adományban, az utolsó morzsáig kiosztásra kerül. Most van olyan adományozónk, nem egy, aki azért nekünk már külön süt a stábtagoknak, a sütemény szélét külön hozza, például tényleg? Mandula forgács ismert itt a Márosban, vagy sajtos tallért hoz egy, mit tudom, egy kisebb csomaggal, hogy ez akkor a miénk, de amit az osztásra szán, abból az utolsó morzsáig kiosztásra kerül, igen. Igen. És mennyien tudnak rólatok? Sokan? Tehát most már a fehérvári betevő, ez egy ismert, ilyen jótékonysági csoport szervezet lett a városban, vagy van még hova fejlődni, mondjuk ha nézzük a marketing vagy PR oldalát? Mindig van hova fejlődni. Egyre többen ismernek minket. Szerintem szerencsések vagyunk, hogy kimehetünk olyan nagyobb rendezvényekre is, mint például a Fezen, ahol fiatalokat, középkorúakat egyaránt elérünk. Nagyon jó dolog a Facebook. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy egy megosztás nagyon sokat jelenthet, amikor a felhívásaink felkerülnek a hivatalos oldalunkra. Uh-huh. Azt meg lehet figyelni egyébként, mert azt mondjuk, hogy ünnepek előtt legyen ez bármilyen ünnep, legyen karácsony, legyen húsvét, legyen bármi más, akkor mindig azért az emberek adakozóbbak, vagy megnő az emberek adakozó kedve. Ezt észrevettétek egyébként? Hát vegyes ez is, mert azért mi ünnepek előtt szoktunk ilyen célzott felhívást is, hogy oké, hogy van a melegételosztás, van a sütemény, az akármi, de mellé szeretünk, tehát egy karácsonykor, húsvétkor, nem iskolakezdéskor esetleg, most például iskola, volt egy felhívásunk, hogy tanszer, iskolatáska, akármi, és akkor összegyűlött annyi, hogy a gyerekeknek, ugye azt mi már előre nevesítettük, hogy kié lesz, megpakolt iskolatáskát írószerrel lehetett adni. Karácsonyra tavaly például tisztasági csomagot, mosószer, tartós élelmiszer, konzerv, tehát egy külön felhívásban megvan a melegételosztás, és akkor még ez is van. Húsvétkor ugye a gyerekeknek csokit, ez szintén kimegy egy külön felhívás. És azért ezt lehet érezni, hogy arra az adományozók is jobban figyelnek, és hál' Istennek még eddig ezek a vállalások vagy felhívások bejöttek, és azért tudtunk osztani pluszban nagyon-nagyon sok dolgot. Következő kérdés nem lesz elegáns, de meg kell, hogy kérdezzem, hogy van egy másik, vagy tavaly előtt indult egy másik kezdeményezés, ugye ez a válf, hogy ki lehetett tenni kabátokat, ez volt több helyen, és azt mondták, hogy állítólag rengeteg olyan ember volt, akinek nem is volt rá szüksége, elvitte, és el akart adni ezeket a kabátokat. Tehát arra akarok kiukadni, hogy nálatok esetleg előfordult-e már olyan, hogy mondjuk olyan is, vagy olyanok is megjelentek, akiknek mondjuk nem feltétlen lett volna ott a helyen, mert nem voltak rászorulva erre. Igen, nem tisztünk azt vizsgálni, hogy ki az, aki rászoruló.
nem mondhatom meg valakiről a ruházata alapján, igen, hogy nem egy tavaly vásárolt ruhában áll előttem, egy csinos ruhában, és most egy olyan krízis helyzetben él, amikor neki igenis szüksége van az egy tál meleg ételre. Tehát úgy vagyunk, hogy aki vállalja azt, hogy beáll ugye a sorba, azt nem vizsgálja. Tehát mi egyrészt nem vagyunk hatóság, persze, mi ezt vállaltuk, tehát aki beáll a sorba, és úgy dönt, hogy ő végigvárja ezt a folyamatot, akkor nem kérdezünk rá, hogy miért. És ugye nagyon tudni kell, hogy szóval a mai világban is, tehát igazándiból néha pillanatok alatt lehet olyan helyzetbe kerülni, hogy az ember nem is gondolja. Így van. Tehát igazándiból ezzel kell én, ezt kell végig gondolni, hogyha valakiről így látatlanban ítéletet mondanék, hogy ő most miért van ott valóban. De tényleg lehet, hogy valóban az utolsó szép ruháját veszi fel. Uh-huh. Igen, jártunk úgy is, hogy utána beszállt egy olyan autóba, hogy csak lestünk, hogy ő miért keresett itt, vagy mit keresett itt, de nincs tisztünk vizsgálni. Aki beáll a sorba az ételért, az megkapja. Persze. Aki ott van, bocs, aki ott van, tehát arra mindig ügyelünk, hogy aki ott van, az megkapja az ételét. Uh-huh. Ugye? Volt korábban egy jó egy éves időszak, amikor együtt dolgoztunk a Fehérvár Bike Mafiával, ha jól mondom a nevüket, igen, és ők 18-20-24 helyre vittek, azt hiszem mozgássérült, tehát olyan embernek, aki nem tudott eljönni az osztásra. Uh-huh. Ez most megszűnt, tehát az első számú cél, ugye, aki ott van a helyszínen, az megkapja a meleg ételét. Igazán ez a vállalásunk. Nyilván ezért ők nagyon-nagyon hálásak, tehát gondolom, hogy azért a végén, meg ha találkoztok az utcán, összefutok, gondolom nem győznek azért hálálkodni, gondolom ez nagy fizetség azért nektek. Nem várunk érte hálát. Persze, nem is szabad, tehát ez a civil vállalás, ahol szerintem a maximális önzetlenséggel, igen, kell odállni. Így van. Eleve nem lehet könnyű dolog valakinek odajönni és azt mondani, hogy én most rászorulok a te segítségedre. Tehát ilyenkor hagyjuk is őket az ő kis világukba. A pár év alatt egy páran megnyíltak nekünk, tehát vannak beszélgetések, van akiknél tudjuk, hogy milyen a családi helyzet. Sztorikat. Így van, igen, így van, igen, így van. Igen. Tehát mi nyitottak vagyunk, de semmiképp nem tolakodók, és nincsenek elvárásaink. Igen. Tehát nem szabad. Tehát aki nem csak a betevőnél, tehát aki elvállal egy, idézőjben elvállal egy ilyen munkát, tehát nem szabad úgy elvállalni, hogy mindenképpen hálát várok vissza, vagy valamit. Uh-huh. Ez ettől teljesen, persze, független. Ugye az ember a saját lelki világában dolgozza ezt fel, tehát nem szabad úgy menni az utcán, hogy nem igaz, hogy nem ismer meg, mert ott volt hétvégén, és nem köszön, vagy nem, persze, hálás. Ezt nem szabad. Ők is egy külön világ, ugye mindenkinek megvan a saját maga esete, vagy megnyílik, vagy nem, de tényleg lehet érezni különben, hogy azért velünk már úgy beszélnek, meg mint a félig meddig családtagok lennénk. Persze, vannak mindig újak is, ugye, akik ismerkednek a helyzettel, a melegételre várok között, hozzánk is mindig jönnek új segítők, akik ismerkednek szintén a helyzettel. Tehát bárhogy szólnak, ez olyan, mint mondjuk egy bolt, most visszatérve könyves boltba. Igen. Bárhogy szól hozzám egy vevő, nem éreztetettem azt, hogy hát nem így kellett volna velem beszélni. Azt majd én otthon elintézem. Világos, világos. Tehát hálát nem szabad várni, nagyon jól esik nyilván persze, mert az ember nem lenne ember, hogyha ezt letagadná, de nem szabad elvárni, nem szabad így nekiállni ennek a dolognak. Hát ebben milyen ételek kerülnek az asztalra? Nagyon finom. Egy tál ételeket szoktunk rendelni az éttermektől, amit könnyű mondjuk kiosztani, tehát rövid idő alatt, hogyha rossz idő van, vagy pont, hogy meleg van, tehát a két végletre próbálunk arra odafigyelni, minél kevesebbet kelljen a kisgyerekeseknek, az időseknek, mozgásukban korlátozottaknak ott állni a sorba. Tehát most sütitek frissen a húst, tehát nem úgy kell elképzelni, nem tudom, paprikás krumpli, pörkölt, gulyások, gondolom. Így van, tarhonyás hús, mindig valami olyan gyorsan kiosztható meleg egy tál étele, ami azért gazdag, igen, így van. Igen, igen, és itt is szeretném megköszönni mondjuk az éttermeknek, mert ugye x adagot rendelünk, mondjuk tényleg 130-tól 200-ig, ahogy látjuk, de mindig van repeta, tehát az éttermek is rádolgoznak, tehát a fizetünk is, tehát fizetünk, érted, de mindig rátesznek, hogy többet adnak, ez a lényeg, igen. Azért tehát a repeta az nagyon fontos, és ezért mondom, hogy még azt is, tehát az utolsó cseppig mindenki osztásra kerül. Ugye mondtátok, hogy cserélődnek tagok, jönnek hozzátok a szervezethez újabb tagok. Egyébként akik mondjuk kedvet kap a beszélgetés kapcsán, és azt mondja, hogy szeretnék hozzátok csatlakozni, az megteheti, hogyha jelentkezik nálatok, hogy akkor én is szeretnék részt venni ebben? Igen, várjuk őket szeretettel. Aha. A hol Facebook oldalunkon megtalálnak ugyan minket. Ugyanis Fehérvári heti betevő, igaz, a Facebook oldalatok? Igen. És akkor ott lehet. Ott üzenetet írni, vagy hozzászólni bármihez, tehát kvázi elég hamar tudunk válaszolni. Uh-huh. És tényleg szívesen látunk mindenkit. Uh-huh. Mindenkit. Mindenkihez szükség van, meg úgy gondolom, hogy
Tehát olyan emberek jelentkeztek idáig is, vagy vagyunk a stábban, meg az önkéntesek között, akik jó szívvel csinálják ezt. Tehát megbántva, vagy hogy nem ezt gondolta, vagy nem így gondolta, még nem nagyon ment el senki. Mondtátok, hogy 2 évesek vagytok, ugye 2015-től kezdtétek el ezt a tevékenységet itt Fehérváron. Nyilván gondoltok a jövőre, folyamatosan tervezgetitek, hogy és milyen alkalmakkor jelenjetek meg a rendezvényeket. Megfogalmazódott-e valamilyen nagyobb álom a fehérvári szervezet kapcsán? Mondjuk el szeretnétek érni, vagy hogy milyen bő legyen ez a szervezet, meddig érjen el a kezetek? Mire gondoltok, hogyha mondjuk a jövőjét nézitek ennek a szervezetnek? Szerintem az álmainkat tekintve kisebb léptékben gondolkodunk. Tehát mindig arra próbálunk úgymond tartalékokat képezni, hogy lássuk legalább egy fél évre előre azt, hogy mi biztosítani tudjuk a vendégeinknek ezt a bizonyos meleg egytálételt. Valóban azért számba vesszük ilyenkor év végén, hogy jövőre is mik azok a rendezvények, ahol szeretnénk részt venni, ebből körülbelül milyen hozadékaink lesznek, és azért ez mondhatjuk nyugodtan, hogy a pesti visszajelzéseket tekintve elégedettséggel tölt el minket, hogy azt mondták, hogy mintasejt vagyunk az egyesült. Igen. Ez egy jó dolog. Egyébként azért is, hogy a Fehérváron rengeteg rendezvény van. Tehát azért ebből a szempontból is szerencse egyébként, hogy... Igen, és viszonylag ugye jó a kapcsolat, itt azért vannak törzstagok, törzskapcsolatok, és viszonylag könnyű, tehát egy Fezerrel, Borivár, vagy Jazz Fesztivál, ami volt, ugye, vagy zenekarok, akár a Lasso Lecsótól elkezdve a Leonardo Jam, akik szívesen zenélnek nekünk, és akkor ugye nem belépő, hanem azt mondjuk, van egy nagy üvegünk, egy 5 literes befőttes üveg, szintén felcímkézve, hogy akkor a belépő árat, vagy amennyit gondol, akkor abba dobja bele. Kimegyünk a Borivára, vagy a Fezerre, a lányok nagyon jól tudnak zsíros kenyeret kenni, meg mindenféle krémet, igazándiból, és szabad kassa, ugye, tehát annyit adsz érte, és ez mind betevő persejében megy lényegében, ugye, és akkor ebből tudunk gazdálkodni, tehát egy kicsit, tehát nem azt mondom, ugye, hogy szórjuk a pénzt, de azért olyan helyzet még nem volt, hogy 2 hét múlva, jaj, miből fizetjük ki az éttermet. Tehát óvatos duhajok vagyunk, de nyilván ugye, amit mondtam korábban is, hogy ezek szervezést igényelnek. Tehát meg kell keresni őket, ki kell találni, hogy ki megy ki, szintén ugye hát most munka után 3-4-5 embert beszervezni arra, hogy akkor te most légy szíves, mennyi lehet, ugye ez is egy önkéntes vállalása a stábtagoknak. De tényleg nincs ilyen gond, sőt, néha az, hogy nem férünk el egymástól. Ezt jó hallani, és ez nagyon szép végszó volt, hogy nem fértek el egymást, és reméljük, hogy még jobban nem fogtok egymástól elférni a beszélgetés hatására. Sokan jelentkeznek a Facebook oldalatokon. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és tudtunk erről beszélgetni. Köszönjük a meghívást! Önöknek pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.